A fukar asszony és a koldús Régen volt ez nagyon, még abban az időben, amikor az ember, ha rosszat álmodott, azt hitte, menten rossz emberré válik, és ha jót álmodott, akkor meg úgy vélte, onnantól minden jobb lesz. Akkoriban sok minden történt az emberekkel. Olyan dolgok is megestek, amelyek manapság csak igen ritkán fordulnak elő. Történt egyszer valahol a dusnoki vidéken, hogy a kenyérsütő asszony házának kapujában megjelent egy koldus. Éppen arra felé vitte a lába, amikor a frissen sült kenyér illatára összefutott a nyál a szájában. Ahogy megjelent lelki szemei előtt a gyönyörűre kelt, jól átsült, de puha belül kenyér, betért a fukarasszonysághoz, hogy egy kis harapnivalóhoz jusson. Jó asszony, adja ide annak a kenyérnek legalább a gyürkét, amelyiknek az illata már a templom egerét is elérte. Kérte a koldús, de az asszony addigra úgy helyezkedett, hogy a kenyeret, mintha az ott sem lenne, nagy szoknyájával eltakarja. Ad még én, bíz de annak már csak az illatát érzi, maga szerencsétlen. Elvitték az imént az egészet, most vetem be az újat, jöjjön vissza holnap, majd félreteszek abból egy keveset. Mondta az asszony, mire a koldós kénytelen kelletlen eloldalgott. No, hiszen, gondolta magában a fukarasszony, de te hogy adom én oda neked a ropogós, a sült kenyér véget, úgyhogy hogy nem dolgoztál és nem fizettél érte, azon nyomban ki is eszelte, hogy amikor jön másnap az öreg, elbújik a fateknő alá, és lányával letagadtatja magát. Másnap már korábban reggel a kapuban állt a szegény ember, de amikor bement a házba, a fukarasszony sehol sem találta. Jaj, jaj, édes bátyám uram, nincsen itthon az édesanyám szólt szoknyája a szélét, morzsolgatva a leány, mert nem ilyen szeretett hazudni senkinek. Ó, mi sajnálatos ez! Pedig hát megígérte, hogy ma reggel legalább egy falat kenyerrel csillapítja éhes gyomrom napok óta tartó korgását, mondta a koldús. Már épp kifelé fordult a házból, amikor meglátta, mintha a teknő alól kilógna az asszony ruhájának széle. Azt a szűk malkú fukar mindenit gondolta, és az asszonyt azonnyomban megátkozta. Nem kívánok én most egyebet, mint hogy a hátán élete végéig azt, ami most éppen rajta van, mondta, és botjával megkocogtatva a teknő tetejét távozott a kenyeres háztól. Ahogy az átkot kimondta, halk jajszó hallatszott a dagasztó teknyű alól, ám mire lefordították róla, az asszony bizony már teknős békává változott, és egy életen át csak ide-oda kúszott, mászott. A dusnokiak közt azóta is az a mondás járja, hogy ha a koldus kér, jobb megetetni, mint elkergetni.